Magdi, neked ez már nem az első Trust Summited. Mi a legnagyobb meglepetés vagy újdonság, amit most tapasztaltál? A helyszín szerintem fantasztikus. Azt gondolom, hogy egy ilyen nagyobb helyszínre váltottunk, ez azt jelenti, vagy azt mutatja, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a rendezvény iránt, és ez köszönhető a rendezőknek, illetve azoknak a bizalmikori tagoknak, akik itt már egyre nagyobb számban építjük ezt a csapatot, illetve érdeklődéssel várjuk azokat a megoldásokat, illetve különböző baráti szálakat, amivel egymás munkáját tudjuk közvetlen vagy közvetlenül segíteni. Nagyon-nagyon örülök, hogy van egy ilyen lehetőség a cégvezetőknek. Sokszor ilyen magányos az útja a saját cégükön kívül. A különböző problémáikra itt szerintem nagyon jó ilyen kvázi megoldásokat tudunk egymásnak adni és kapni. Nem csak kapcsolatépítésként és tanulás miatt jöttél ide, de hogy támogató is vagy a rendezvénynek, miért döntöttél így, hogy emellé az ügy mellé állsz? Nagyon fontosnak tartom ezeket a rendezvényeket, és azt gondolom, hogy egy ilyen nagyon jó megjelenési lehetőség a cégemnek is, hogy minél jobban megismerjenek, hiszen azért itt különböző csapatokban vagy körökben mozgunk. Nem ritka az a rendezvény, amikor mindannyian együtt tudunk lenni és találkozni tudunk. És azt gondolom, hogy az én szolgáltatásom például az egy olyan üzletág, ami nagyon sok céget érinthet, vagy nagyon sok céget segíthet, és azt gondolom, hogy kötelességem kiállni, és megmutatni, hogy milyen alternatív HR megoldások vannak a jelenlegi világban, vagy a nagyon szűkös munkaerőpiaci lehetőségek közepette. Nagyon beletrafáltál, miről szerettem volna kérdezni, tehát hogy szűkösek a lehetőségek, de van kiút, látjuk a fényt az alagút végén? Hát, látjuk-e a fényt az alagút végén? Ha azt gondolom, hogy a belföldi munkaerőpiacot nézzük, akkor nem tudom azt mondani, hogy látjuk a fényt az alagút végén, de ha a megoldások keresésében gondolkozunk, akkor mindenképpen van persze megoldás. Mi évek óta, tulajdonképpen 7 éve hozunk be ilyen-olyan területekről munkaerőt. Köztudomású, hogy nagyon sok ukrán munkaerő volt, illetve van Magyarországon, akiknek a lehetőség, behozatali lehetősége most jelentősen hát megcsapant. Ezért is mi már elkezdtünk egy alternatív megoldás kidolgozásában, amihez azért a kormányzatunk jelentős segítséget nyújtott. 2021. szeptemberétől van lehetőség plusz 9 országból munkaerőt behozni, és mi persze nem mindenkinek, ehhez minősített foglalkoztatóvá kell válni, ez most nem megyek be, elég szigorúak a feltételek, és mi a 9 országból a Fülöp-szigeteki munkavállalók mellett tettük le a voksot, ennek megvannak az okai, ha gondolod, elmondom ezt is, nem tudom, hogy mennyi időnk van. Tehát akkor a munkaerőpiac rendezésére, vagy egyfajta kiútként, akkor mindenképpen a külföldi munkaerőkben gondolkozunk? Jelenleg azt gondolom, hogy igen. Tehát én azt hiszem, hogy most kimondhatjuk, hogy jelenleg Magyarországon teljes foglalkoztatottság van. Tehát aki akar, tud dolgozni. És most nagyobb a munkaerő igény, mint amennyi a kereső részen aktivizálódik. Igényed volt a bizalmi köri tagságra is. Mi a legjobb vagy a legklasszabb dolog, amit kaptál a bizalmi körnek köszönhetően? Amivel kezdtem az elején is, hogy hasonló típusú, hasonló élethelyzetben levő emberekkel tudok kötetlenül beszélgetni, megismerkedni, együtt gondolkozni. Nagyon szeretem a Mastermind csoportokat, illetve azon belül kérdésfelvetéseket és azoknak a megvitatását, amivel egymás aktuálisan tudjuk segíteni. Illetve hát szeretem ezeket a nagyobb találkozókat is, mint a jelenlegi, illetve amikor vannak a klubvacsoránk. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szintere a mi életünknek, a cégvezetőknek, hogy legyenek ilyen programok és ilyen körök. Hát legyenek ilyen programok, és találkozunk minél többször. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm. Sziasztok.